Sziasztok! A következő felvétel alkalmával a Rammstein dalait fogjuk sorrendbe helyezni. Megpróbáljuk a dalokat passzintani az adott lemezekhez, aztán majd egy kiértékeléssel is fogunk találkozni a végén, és meglátjuk, hogy hány százalékra tudjuk ezt teljesíteni. Az első rendű cél az magának a daloknak a pontos elhelyezése, mármint hogy a lemezek terén, és erre rakunk rá egy plusz szintet, ami pedig a sorrendet illeti. Tehát megpróbálom itt is úgy elhelyezni sorrendbe a dalokat, mint ahogy azt tettem az Iron Maiden összeállításnál. Nagyobb kihívás lesz ez számomra, mert egyáltalán nem készültem rá, teljesen az évek alatt, ami megmaradt bennem, az alapján fogok haladni. Nem akartam most részletesebben belemenni, hogy most én ezt minél tökéletesebben megcsináljam. A lényeg az, hogy így tudunk beszélni a dalokról, és remélem, hogy ti is velem fogtok tartani ezen utazáson. A Rammstein 2000-es évek közepe óta meghatározza ugye az életemet. A tinédzser koromat azt úgy bearanyozták, tehát tulajdonképpen megszerettették velem a metal zenét. És utána fedeztem fel a többi zenekart. Tehát nekünk, akik mondjuk a 2000-es évek közepén voltak tizenévesek, azoknak a Rammstein az elengedhetetlen, hogyha kedveli az ilyen extrémebb stílusokat. És ugye az aktív középiskolás éveimben a Rammstein folyamatosan aktív is maradt, és utána következett a 2010-es években egy kis szünet, de annak az évnek a végén megjelentették ugye a cím nélküli lemezüket, és azóta megjelent már a Zenit is. Úgyhogy úgy érzem, hogy a kreativitásuk nem csökkent, sőt, én a két legutóbbi lemezt, ami már nem a leg intenzívebb időszakokban született, úgy érzem, hogy azonban érettebbek lettek. Zeneszerzés szinten még komolyabbá váltak. Megvannak természetesen a klasszikusok, tudjuk, hogy mik ezek a klasszikusok, a Zenzakt, a Mutter és a Rise, és ugyan különböznek már akkor is ugye a megítélések, hogy melyik a legfontosabb Rammstein album. Valamiért a két legutóbbi az elmarad ilyen téren, nem értékelik úgy annyira, korrekt lemezeknek tartják, én azonban erre kifejezetten figyelnék, hogy ezek a lemezek néhol felülírták a klasszikusok minőségét is. Majd szépen, ahogy haladunk a párosítással, majd el fogom mondani erről a véleményemet. Egyelőre akkor ennyi, hogy a Rammstein hatása az kétségtelen az életünkre. És jó. Ezt ki is kell emelni. Amikor az extrém zenékhez visszatérek, azért már sok stílust felfedeztem magamnak, de amikor az extrém zenékhez visszatérek, akkor mindig is egy tisztelet van a Rammstein iránt bennem, hogy ez a zenekar végig erős tudott maradni. Nem is nagyon voltak kilengéseik. Mondom, inkább ez marad meg, hogy hiátuszra vonultak, szünetet tartottak, Till Lindemann a szóló projektjére is figyelt, nehéz volt összehozni újra a zenekar, de most a két legutóbbi lemez az nem, hogy hozta a szintet, hanem érdemes volt évtizedet várni ezekre a kiadványokra. Jó, a Rammstein, annyit még tudni érdemes, hogy azért egy elég erős konszenzus volt az ismerettségi körömben. A Rammstein egy olyan zene, ami, hogyha szereted és kedveled a metal zenét, akkor valószínűleg ez egy összeköttető pont. Ez a zenekar, ez olyan hasonló, mint a System of a Down, hogy ugye el lehet menni epikus irányba, mint én a Maidennel, el lehet menni punkosabb irányba sokaknál, vagy el lehet menni zúzósabb irányba, mint a Slipknot, stb. De a System, meg a Rammstein valamiért mindenkiben, vagy a metal rajongói közegben úgy figyeltem meg, hogy egy elég erős konszenzust ad, amit úgy mindenki egyaránt kedvel. Úgyhogy igazából ennyi, az indulás a metal zene világába az kifogástalan volt a Rammsteinnel, és az, hogy nem nagyon hibáztak, az makulátlanná teszi ezt a zenekart. Ugye idén megjárták hazánkat is, kétszer is felléptek, tehát hogy népszerűségük az már nem fog lankadni. Tehát ez már egy olyan zenekar, már egy akkora név lett a Rammstein, hogy ez már az alapminőséggel egyenlő. Jó. Persze sokszor elmentek azért az évek alatt arra, hogy polgárpukkasztó dolgokat adjanak ki, vagy úgy, hogy kicsit megbotránkoztassák a tömeget. Hát igen, ez meg valahol fogyasztói társadalom kritika, tehát kell is erre a társadalomra ráfér az, hogy legyenek olyan előadók, művészek, akik felnyitják
a szemét bizonyos embereknek, vagy legalábbis azoknak, akik fogékonyak rá, vagy hogy legyen egy olyan üzenet, ami hiteles marad. Tehát, hogy a Rammstein az lehet, hogy botrányos dolgokat is elkövetett, de a hitelességüket soha nem vesztették el, és mondom, rá is fért a társadalomra bizonyos kritika. Jó, akkor kezdjünk neki. ABC sorrendben vannak a dolog, tehát ez alapján haladunk, nem külön-külön lemezekről beszélünk, hogy akkor most Hardzenáit, Zenzák, tehát nem így sorba, hanem majd a dalok alakítják ki a képet. Jó, akkor én kezdeném is. Ma nem haragszatok, töltenék egy kis sert. Már így a felvételhez. Itt nem tudom, itt nem lesz olyan sok dal, mint az Iron Maidennél, ez természetes, hiszen kevesebb lemezük van, meg úgy nagyjából minden lemezén úgy tudom 11 dal tettek föl, nem, majd meglátjuk, hogy lesznek-e különbségek, hogy valahol. A korábbiakon az első ötön biztos, hogy 11-11 dal volt, a Libis for Eladától kezdve majd meglátjuk, de én úgy emlékszek. Jó. Hogyha mindenki felkészült, és kitöltöttem a kis Pilsner urkú elemet, hogyha már így beengeditek a reklám helyét. Igaz, hogy Bor meg vissza e-mail csatornáján vagytok, de most egy kis sört fogok inni, mert ez a Ranked videóhoz úgy érzem, hogy jobban illik. Majd a szerkesztéshez meg talán egy-két pohárból is elfogy, de most ne is erre tegyük a hangsúlyt. Jó, akkor adjö. Majd a képet, igen, jó, jó. Szerintem mindent elérek. Így van. Adjö. Egy záró dal, mint ahogy a címéből is hangzik. Egy búcsú dal, és ez a legutóbbi Zeit című kiváló lemezükön szerepelt. A Zeit egyébként felemáson indult nálam. Először csalódásként éltem meg, aztán meg nem értettem, hogy mi okozott benne csalódást, hiszen ez az előddel egyenértékű, és én több klasszikus lemez tetejébe helyezem. Tehát éretnek tartom ezt az albumot, és igaz, hogy a Rammstein nagyon... Tehát próbálja feszegetni a határokat, meg általában ezekkel a megdöbbentő dolgokkal állnak ki, de itt az legutóbbi két lemezen, a Rammstein és a Zeiten, ugye 2009 után visszatértek, 10 év után a Rammstein, ugye a cím nélküli 19-es, a Zeit az pedig 2022-es, és úgy érzem, hogy ez a kettő ez érleltebb lett, bölcsebb lett. Tehát, hogy kevesebb extrém dolog, kevesebb megdöbbentő dolog, hanem inkább a lemezekre figyeltek, és az Adieu zárja a Zeitet. Adios, ez a Mutter pörgeti fel, hát a Mutter az ilyen konszenzuálisan a legzseniálisabb lemeze a zenekarnak. Én egy lemezt tartok ennél jobbnak, majd megmondom, hogy melyiket, hogyha több dalt kigyűjtöttünk, hogy nagyjából a lemezek nálam hogy helyezkednek el. Bocsánat. Jó az a sár, kicsit ilyen keserű, de jó illik hozzá. Az Adios az a Muttert pörgeti fel a második felében. Ebben biztos vagyok, de hogy pontosan hol... Ugye a Mutternek van egy nagyon erős első fele, csupa single dalokkal, csupa olyan dalokkal, amivel igazából az emberek megismerték a zenekart. A második felében vannak kísérleti részek, és ezért, ha bár klasszikus a Mutter, de van, tehát hogy olvastam olyasmit, ugye, hogy annyira különböző az A és B oldal, hogy sokak ezt így kicsit ezzel barátkozniuk kellett, én nekem nagyon, nagyon bevált a második fele is. Más, hogy hat, mint az első. Az első az ismert dalok, a népszerű daloknak a gyűjteménye, a második pedig kicsit másabb. Az Adios azonban nagyon hasonlít az első felében elhangzó dalokra. Egyelőre ide tenném, aztán meglátjuk. Alterman, ez egy nyugodt tétel, és a Zenzakt című második lemezen helyezkedik el, azonban itt ezzel gondban leszek, talán a Zenzoknak a tracklistája, ha bár imádom ezt az albumot, valamiért kicsit hasonlóak a dalok jó értelemben, és ezért a sorrend nem biztos, hogy tökéletesen fog menni. Mindenesetre az Alterman mindenképpen második fele, és én egyelőre ide helyezném egy nyugodt lassú dal. Amerika, ugye ez a Rise Rise-nek a nagy pillanata, nagyon sokan ezzel a szingülel ismerték meg a zenekart, én nem nagyon rajongok az amerikáért, minden megvan benne, amitől jó a Rammstein, ne értsetek félre, de túlságosan is fülbemászó. Van még pár ilyen daluk, ugye a botrend keltő dalaik általában fülbemászóak, tehát figyeltek arra, hogy
valahogy azonnal hason, mint instant sláger, azonban én ezekben a dalokban nem látok olyan potenciált, hogy visszatérjek hozzájuk, mert elmondtak mindent, meg volt a botrányos időszak, és nagyjából annak tényleg a hozzá passzoló tétele. Hát én ezt most csak így földbom erre a lemezre, aztán majd elhelyezem valahol. Egy-kettő, az első öt után van szerintem, én ide teszem. Amour, ez a Rise Rise-nek az záró dala. Az A-betűs dalokat úgy látom, hogy inkább a második felébe helyezzük el eddig. Igen. Biztos lesz majd ellenpélda is. Az Amour egy nagyon szép zárás. Én nagyon sokszor emlékszek, hogy a Return to Castle Wolfenstein-t Rammstein dalokkal játszottam, egyszerűen illet hozzá, ugye a németek, ugye a második világháborúban éltük át azt a játékot, ugye egy ilyen okkult hatással operált, és a Rammstein zeneisége illet hozzá. Úgyhogy emlékszek, hogy a téli tájakon, amikor játszottam a játékkal, akkor az Amourt többször is meghallgattam, illet az egészhez, illet erre az elvágyódó hangulatra. Azért a Rammstein amellett, hogy nagyon kemény is tud lenni, azért a líraiság is működik náluk. Tehát a Rammsteinnak a szerzőiség és a kiválósága már ekkor megmutatkozott, hogy nem írtak nyálas dalokat, hogyha lassú dalról volt szó, hanem inkább ez a német melankólia hatott át a dalaikat. Tehát ez egyszer ugye egy, tehát mindenképpen a társadalmuknak is meg kellett ezzel a 20. században birkózni, ami ugye szinte az egész népre, ugye a második világháború miatt egy hatalmas teher zuhant rá, és ezzel megküzdeni nem egyszerű, tehát egyszerre valahol az erő is, meg a csalódottság, a bánat, az valahogy így egy elegyet alkot a német népnél, és ekkoriban a Rammstein nagyon szépen, de nem biztos, hogy erről szól, csak a hangulata nekem így hat. Ugye az Amour szerelmet jelent. Angst. Az Angst az egy kiváló dal az új lemezen, és egyelőre én valahol itt helyezném el. Hoppá, ez nem sikerült. Ez egy brilliáns dal. Most egyelőre ide teszem, ez nem biztos, hogy jó lesz. Második felében hangzik el ez is, az egyik kedvencem. Ugye videoklipet is kapott, mert ezt érezték, hogy ez egy dal, ez egy kulcs dal egy lemezhez. És az Angstet ajánlom én is, hogyha nem hallgattad még meg ezt a lemezt. Igaz, hogy van rajta egy nagyobb sláger, vagy egy slágernek eladott dal, de az Angst talán egyik legnagyobb kiválósága a Zeitnak, és az Armader Tristan, hogyha már itt vagyunk, az pedig nyitja az új lemezt. Betettem a legjobb 10-be a Rammsteinnél az Armader Tristant. Hát itt mondom azt, hogy miért határozza meg őket az érettség, a kifinomultság. Az ezekben a dalokban, ezekben az új dalokban jobban érezhető. Korábban is ugye éreztük, hogy ezek brilliáns összetételű dalok, lemezek, de az, hogy így ilyen középtempóban is mennyire jók, azt mutatja meg az Armada Tristan, és egy fenomenális nyitány, és mégsem egy megszokott nyitány, tehát előtt az átlagtól. Tehát nem úgy nyitja, mint a általában megszokott egy Rammstein lemezt. Tehát más, nem egy Deutschland, hanem teljesen más, de ajánlom. Ashes, ugye a nyersebb Hanseleidnek az egyik alaptétele, én most egyelőre ide helyezném el. Baráti közösségben nagyon sokat hallgattuk. Rendben is van ez a dal. Egy halványan túlértékeltnek tartom, mert akkoriban nagyon erősen hatott. Nem is lágeresen van ez túlhajtva ez a dal, hanem hogy mondjam, a témája az eléggé egydimenziós. Ugye a Hanseleidnek egyetlen egy kicsi hibája van, egyébként nagyon kedvelem a lemezt. Talán az egydimenziósságot tudnám felhozni negatívumként, ami nem feltétlen baj, főleg egy első lemeznél ez egy brilliáns betekintés a Rammstein világába már így elsőre. Tehát, hogy több pozitív van természetesen a Hanseleidnek, de valamiért itt még az egész olyan szögletes egy kicsit, ami sokoknak meg pont ezért tetszik, hogy ez az alap Rammstein. Tehát, hogy lehet ezt a Rammsteint úgy szeretni, hogy innentől kezdve megvan benne az is, hogy ezt nagyon kedved, és a többi az mind, tehát a többit ezt mindig ehhez méred. Tehát van a Hanseleidnek egy ilyen tulajdonsága is.
Az Ásazúásra nem feltétlenül a kedvenc dalom rajta, de akkoriban, amikor hallgattuk, meg nagyon szerettem. Ez csak az idők alapján egy kicsit ilyen szögletesnek maradt már meg ez a dal. Auslander, imádom ezt a dalt. Hát ez a visszatérő lemezem szerepel, és igazából lehetne egy ilyen klubtétel is, egy diszkótétel is, és illik. Tehát ezt is megpróbálták, hozták ezt a gyerek kórust, vagy nem tudom, hogy milyen furcsa kórus van benne, és működik. Tehát ezt is megpróbálták, és ez is bejött. Azonnal hat, döngöl, és nem válik unalmassá, többszöri hallgatása sem, tehát Auslandert, azt kifejezetten kedvelem. És hogyha már itt tartunk, nekem ugye a Rammstein visszatérő lemeze a kedvenc Rammstein albumom, és 19-ben is így éreztem, és 4 évvel később is így érzem, hogy visszatértek, és a bölcs Rammstein tért vissza, és az a Rammstein, ami ugyanúgy ad giga slágereket, ilyen jó értelemből slágereket, és közben meg lemez szinten tudtak fejlődni. Jobban összeállnak ez a két lemez, sokat beszélek róluk, de jobban összeállnak, mint a korábbiak. Még a klasszikusoknál is jobban néha. Ez a Bükstábú, vagy hogy ugye ez valami Bastard, vagy hát ugye ez az a szemétládának a német megfelelője, azért is van kicsillagozva. Ez a Libis Füráledának az egyik tétele, és nem is tudom, hogy hol helyezzem el, mert itt fogok hibázni. A Libis Füráledáról nem fogok annyit beszélni. A Rosenroth egy furcsa album volt, mert a Riser lemaradt dalai tartalmazta, mégis amikor mi hatalmas metal rajongók voltunk, akkor nekünk ez egy fontos állomás volt a csapat megalakulásánál, a baráti társaságom csapatának megalakulásánál, Rosenroth éppen akkor jelent meg, tehát az ikonikusságát azt a mai napig nem tudom letagadni, attól függetlenül, hogy a leggyengébb Rammstein album, de csak azért, mert erősen másodvonalú tételeket szórtak föl rá, és nem is olyan lemezszint érzése van, hanem inkább egy ilyen lemaradt válogatás érzése, tehát erősen. A Libis für alle da erre jött 4 évvel, és hát, hogy mondjam, egy jó lemez született, de azért többet vártunk volna. Azért ugye a Rise után a Rosenroth egy ilyen másodvonalas lemeznek tűnt, a nagy Rise után, és az 4 évvel, tehát, és akkor már kellett volna egy nagyon erős Rammstein album, és a Lieb az félig lett az, de talán szerintem hogyha a dalokat nézem, akkor talán ehhez ezt veszik elő a legkevesebb szer. Tehát én azt látom, hogy a Libis für alle da-nak a dalai az nem ütik fel a fejüket olyan sokszor a koncerteken se. Tehát ez a lemez, ez így van, jó, és jó hallgatni, de úgy nagyjából ennyit tudok róla mondani. Jó, majd még ugye jó, most nagyjából így felvezetem a lemezeket, aztán majd jobban szórjuk rá a dalokat. Bükstab az valahol, igen, ott helyezkedik el. Benzin, az ugye, beszéltem a Rosenrothról, ez nyitotta a lemezt, és akkoriban már egy furcsa dalnak hatott, hogy ez vezette föl. Jó volt, szerethető volt, meg ezt 10 évesen lehetett szeretni, de valami hiányzott már belőle akkor is. Valami nem úgy hatott. Tényleg olyan B-vonalas slágernek hatott, és ez tényleg az a sláger, ami oké, egyszer kijön, és elég volt. Ugye a lemez meghatározza, de vannak sokkal jobb deep cut-ok, ugye ilyen a deep cut, gondolom tudjátok, mit jelent az, hogy nem feltétlenül az a dal prezentálja a lemezt a felvezetésekben, de és egy ismeretlenebb dal a lemezen, de mégis a lelkét adja, ezeket nevezem én deep cut szerzeményeknek, hogy egy ilyen mély részét képezik a lemeznek, amit saját magad tudsz inkább felfedezni. Nem feltétlenül a legnépszerűbb dalok, ugye, a deep cut-ok. Sőt, nem a legnépszerűbbek, hanem inkább az ismeretlenebb és a lemez képét adó dalok. Bistraffem is, az Zénzák dal, és nem tudom, hogy hol helyezkedik el, szóval már valószínűsíthető, hogy lesz benne hibám. Valahova ide tenném most egyelőre. Az Zénzáknak a dalai már, mint említettem, nagyon szuperek, itt egyszerűen dalszerzőként is megértek, és tehát intelligensebb lett az egész zene, lemez élményt kapunk, jobban, mint a Hegzeleidnél szerintem, és kiforrottabbá vált.
kevésbé szögletes, kevésbé egydimenziós, hanem egy hát hogy tulajdonképpen a Rammstein zenzáktja az, ami a Rammstein megadta nekünk, azt a Rammsteint, amit a legtöbben ismerünk. Mindenesetre a dalai kiválóak, de hasonlóak egymáshoz. Pár ilyen kiugró dal van igazán, a többi melyik hozzá ezt a nagyon magas szintet, de hasonlítanak, és ezért nem is nagyon tudom elhelyezni most. Bükdik például, ami egy kegyetlen dal, tehát hogy polgárpukkasztás, tehát akkor itt van talán a legnagyobb példája a polgárpukkasztásnak, bár van egy dal, ami még ezt is üti, de azt meg nem kedvelem, majd elmondom, hogy miért. Ide tenném most a Bükdikét, tehát egy ilyen kegyetlen, döngölős, súlyos dal. Dalai Láma az egy különlegesség a Rise Rise-én, és akkor már úgy látom minden albumra került dal. Ide helyez... Nem lesz ott jó. Ott nem lesz jó. Szerintem itt van. Majdnem becsapott, mert nagyon negyedik dalnak éreztem volna, de aztán rájöttem, hogy nem, mert tudom, hogy mi lesz a negyedik. Dalai Láma az pont egy olyan deep cut, amiről már ugye beszéltem, ami mélyre hat egy kicsit, és egy másik oldalát is megmutatja a zenekarnak, egy szerzői oldalát is fölmutat, és ez nekem nagyon tetszik. Nem kifejezetten teszi be az ember top 10-ben, meg top 20-ba, de hogy a lemezképét alakítja, az biztos. Tehát, hogy egészen nagyszerűen alakítja ki a Riser Riser-nek a képét. Tényleg egy utazásról van szó, ugye a Riser Riser azt is jelenti, hogy utazás, hogy bejárjuk a világot a lemezen. Das Alte Lied, ez egy tipikus Hans Lied dal. Das Alte Lied, ott nem lesz jó. Ott nem a Dármeister van. Tegyük, csak dobjuk fel a lemezre. Nem tudom pontos helyét. Rendben van a dal. Tehát ugye a Hans Lied képén igazából minden dalnak helye van, és rendben is van. Akinek tetszik az, hogy itt egyetlen dimenzión belül maradnak, ezt mondom jó értelemben is lehet mondani, annak a Das Alte Lied egy remek dal, megmondom a Hans Liedet is lehet szeretni jobban. Ezt egy ilyen kicsit kultikus módon lehet szeretni ezt a lemezt, a többit meg már úgy olyan publikusan is, vagy nagyobb tömegek által is. Dármeister, pont erről beszéltem, szerintem ez a második. Aztán majd lesznek itt dolgok. Dármeister, biztos? Itt aztán lesz gondom. A sorrendekkel. Tovább 100%-ra hozzuk ki, de hát nem is ez a lényeg. Dármeister elég dinamikus. Elég ilyen fegyelmezett tempót mutató dal, vagy ilyen tekintélyt parancsoló dalnak mondanám. Tehát a mester, Dármeister. Tehát hogy ahogy hat ahogy a címe hat, olyan a dal maga. Deutschland, ugye, hát ezt nagyon sokan ismerik, ugye ez a visszatérő lemeznek a nyitó dala, kapott is klippet, volt botrány, ugye, ahogy az szokott lenni Rammsteinéknál. A Deutschland, igen, remek. Hogy tegyem, igen, így teszem. Jó, a gyertyát. A Deutschland szerintem szingőnek is nagyon remek. Nem tenném be a kedvenceim közé, mert ez inkább olyan dal, ami reprezentál egy albumot, egy időszakot, és vannak ilyen dalok, de jobban tetszik, mint például az Amerika. Tehát, hogy nincs meg benne az a kicsit taszító íz, ami egy a slágerekben úgy általában felüti a fejét, hogy oké, elég volt a Deutschland, de úgy nem teltem be. Remek, remek dal. Diamant. Na, a Diamant az valahol a második felében van, ugye a kedvenc lemezemen, de itt azért hiába kedvenc, mondom, van ami, hiába lehet, hogy nagyobb kedvenc egy másik, vagy egy, hogy mondjam, a Rammstein a kedvenc lemezem, de lehet, hogy ott hibát fogok véteni, még egy másik lemez, ami mondjuk a rangsorban hátrébb van, lehet, hogy azt meg kívülről tudom. Tehát, hogy lesznek ilyenek, lesznek ilyen furcsán ható dolgok. Diket itten, na az item van, és valahol középen szerintem ide teszem. Na hát lehet, hogy
a Diketiten és az Angst nem egymást követi, de hú, nehéz. Nekem az egyik kedvenc dalom az új lemezem. Hát új lemezen a tavalyi lemez egyik kedvenc dala a Diketiten. Tehát imádom. Imádom. Ez kapott klippet is, ilyen régi vágású német klippet, de hát eleve botrányos is, meg közben nagyon jó ízlésű. Nekem ez egy jó ízlésű dal, akármennyire primitívnek tűnik, akkor is azt mondom. Kedvelem a Diketitent. Duhászt. Hát ugye a nagy sláger a Zenzáknak, és kerüljön ide. Kerüljön ide. Mindent megérdemel a Duhászt, amit már szerintem minden visszaigazolásra, amit kapott. Én azonban mégsem tartom top, annyira top dalnak, mert hogyha van egy repetitív dala a Zenzáknak, akkor szerintem a Duhászt az. És ez a legnagyobb daluk. De hát ezért ad mindenkinek a Rammstein mást és mást, mert lehet, hogy olyan dolgokat kedvelsz, amit más nem. Itt van nekik nem sok, 8 lemezük és egy univerzumot adtak nekünk. Az, hogy a Duhászt a legismertebb dal nekem nem úgy hat. Igen, én egy kicsit ráuntam a Duhásztra már akkor is, amikor ismerkedtem a zenekarra, akkor is azt éreztem, hogy kedvenc dalom sosem lesz belőle, és nem tudom megmondani, hogy miért, mert ami a Rammstein védjegye, az itt fel van vonultatva. Nem tudom, valahogy a refrén se azt adja, ami így letaglózna, hanem így tudod, a védjegyek itt el vannak így sütve. És szépen, és mondom, az egyik legismertebb dal, nem? Tehát, hogy ennél van konszenzuálisan elfogadott nagyobb Rammstein dal? Hát majd mondom, hogyha olyanhoz érek. A Duhászt, mondom, egy nagyon nagy dal, de valami egy kis dolog hiányzik nekem, ami időtlenné tenni. Az, hogy a legnagyobb Rammstein dalok között van, én azzal nem vitatkozok, csak nem a személyes ízlésem dala. De jó dal. Tehát 10-es skálán 7-es, 8-as dal mindenképp megvan. Dur is so good. Hasonló, mint az, hogy Dudu a címben is. Dur is so good is hasonló nekem, mint a Duhászt. Hogy igen, kaptuk rendesen arcba. Hát, hogy ezeket itt rendesen helyezem el. Hú! Talán a lemezben nem fogok hibázni. Remélem. Hogy jó lemezre helyezzem el őket, de a dallista az kaotikus lesz. Már most látom, pedig nagy reményekkel vágtam neki. Gondoltam, hogy több hibám lesz, de valahogy többet éreztem magamban. Most, hogy rakom össze, most egy kicsit úgy érzem, hogy igen, sajnos lesznek hibák. Dur is so good. Mint hogyha a vége fele lenne. De lehet, hogy még helyezgetni fogom. Eifelzakt. Nem sokat beszélnek róla. Én szeretem. Eifelzakt zárja az Enzaktot. Furcsa egyébként, hogy küszmis. A küszmis vagy az Eifelzakt zárja. A küszmis. Eifelzakt egyen föntem. Erről a küszmisről és az Eifelzaktról nem sokat beszélnek. Valószínűleg azért, mert a Zenzakt is ugye a Duhásztal, a Bügdikkel, a Tírrel, az Engellel, a Címadóval, tehát így megvolt mindenkinek, és valahogy a végéről nem beszélnek annyit, amennyit szerintem kellene. Igen. Én kedvelem ezt a két dalt. Igen, valahol van benne egy ilyen tipikusság, vagy tipikus Rammstein, de mégis valahogy más, hogy hat, mint a megszokott sláger. Nem akarnak slágerek lenni, hanem inkább különlegességek, és ezt tetszik. Az Ein Lied az a Rosenrothnak a záró darabja, és nagyon sokszor utolsó helyre tettem, mint a legrosszabb Rammstein dal, de nem lehetne rá azt mondani, hogy rossz. Inkább nem is így mondanám, hogy legrosszabb, leggyengébb, és van még gyengébb dal, most már más a listám. Az Ein Lied talán a utolsó háromban van valahol, és nem mondanám rá erre, hogy rossz, hanem az, hogy jelentéktelen talán. Tehát a lírát, lassú dalt kaptunk már a Rammsteintól, bocsánat, csak de valahogy itt úgy írták meg, hogy nem tűnik jelentősnek. Tehát hogy csak lezárja ezt a lemezt, és ugye ezt a kicsit B-oldalas lemezt, ami a Rise után ilyen kicsit lemaradt ételekből áll, nincs jelentősége. Az egyetlen problémám vele. Engel, az Enzaknak a slágere,
Hát nyugodtan mondható, hogy igen, a Zenzáknak a címadó mellett a kedvenc dala az Engel, tehát a kedvencem a Zenzák lemezről, az első kettő. Az Engel az, ez az a női énekkel, a fütyürészéssel, meg mindennel. Hát na ez az, ami, az Engel az, az ami mindenben fontosabb nekem. Ellentétben a Duhásztal, ami ugyanakkor a dal, ez a kettő, ugyanolyan nagy dal, de a Duhászt lett az ilyen legnagyobbnak titulált, vagy legismertebbnek titulált dal. Engel jobban megérdemelni, szerintem egy szebb dal, jobban megírt dal, szép, tehát egy mindenképpen szép és jelentős is. Firefly, hát ugye ezt nem kell bemutatni, ezt a dalt, ez a... Remélem, hogy jó helyre tettem, egyelőre ide teszem, a Firefly ugye talán az elsők között volt ez a dal, amit a Rammsteintől hallottam. Ugye a Triple X-es videóklipje, ugye talán abban a filmben hangzott el. Hát egy kegyelmet nem ismerő dal. Firefly, Bang Bang, nem kell róla többet mondani. Ezt nagyjából, aki a Rammsteint hallotta, az a Firefly-t is hallotta. Fire and Wasser, na igen, itt a zárás azért furcsa, itt a Rosarot album, mert nem lesz dinamikája. Tehát, hogy hiányozni fog belőle a dinamika egy kicsit, és a Firefly, bocsánat, az volt az előző, Fire and Wasser, az ugyanúgy egy lassú dal, és egy jobb dal, mint az Ein Lied, de az, hogy Fire and Wasser és Ein Lied, és így egymás után, hát, tehát ez igazából a baj azzal a lemezzel, hogy olyan átlag jó dalokat tettek fel rá, de nagyon érződik benne, hogy na, ezt értem. Tehát, hogy amikor a Rosanrotot sokszor hallgatom, sok helyen azt tűnik fel, hogy értem, hogy aha, ezt lehagytátok. Mert érthető, hogy lehagyták. Néha vannak olyan, például a Still This album ugye a Systemnél a Toxicity-t is folytatta, és ha bár a Toxicity-t azt úgy hagynám hibátlanul, ahhoz nem nyúlnék, nem másítanék, de a Still This albumon vannak olyan dalok, amiket úgy biztos nehéz volt átvitatni, hogy hú, lehagyjuk a Toxicity-ről. Vagy értetted, hogy volt biztos egy diskurzus. Azért a Rosenrotnál elég érződik, hogy oké, hát ezt lehagyjuk. Na, értetted, ez a baj a Rosenrotta, kivéve majd két dalt. Frühling in Paris, dalolászás, vagy fütyörészés Párizsban, vagy dalolászás, nem tudom, ez Libis für Aladának a legjobb dala. És itt egy óda, egy balada a legjobb dal, igen. Itt a Libis für Aladával az a probléma egy kicsit, hogy a keményebb vonalas dalok azok egy ilyen kicsit unalomba fulladnak, ezért is a Frühling in Paris az kifejezetten egy üde színfoltja a Libis für Aladának. Giftig egy szögletesebb dal a Zeiten. Egyelőre nem tudom, hol elhelyezni. Egyelőre ide teszem. Nem váltja meg a világot, de a lemez képébe beleillik tökéletesen. Nekem ez a Zeit, ez ugyanolyan non plus ultra, mint a Rammstein címadó volt, vagy név nélküli lemez. Persze nem ezt fogjuk a legtöbbet emlegetni, a Giftiget, de hogy ez összehetnek remek, az biztos. És a lemez képéhez nagyon szépen hozzá is tartozik High Fish. Na ez ugye Libis für Aladás dal, de hogy hol? Itt. Ujjaj, most már látom, hogy hát igen. Valahol itt. És ugye egy gyors, egy High Fish, mint hogyha ilyen kicsit ilyen cápás filmzenebeütést is kapna. Tehát, hogy ez egy ilyen ragadozó hal lenne, ez a High Fish, vagy lehet, hogy teljesen mást is jelent. Én csak a fishről gondolom, de az angol szó. High fish. Nem valami hal? A németbe is? Hát nem tudom. Nem kart halat jelent? Teljesen. Bocsánat, ez most csak ilyen saját gondolatok. Valahol ott helyezkedik el. Sok vizet nem zavar a High Fish. Tehát hozták ezeket a 6-os, 7-es dalokat a Libis für Aladám. Egyike közülük. Hallóman az zárja a címadó Rammsteint, a kedvenc lemezemet tőlük. Bölcsen, emelkedetten, tiszteletre méltóan, tehát ezért is szeretem azt a lemezt. Hájretem is. Na igen, megint megyünk a Zenzúthoz. És hol van? Bestrafem is.
az ott nem lesz jó. Best Raffle az föntebb lesz. Szerintem itt. És a High Return is. Az pedig így lenne, hogy Best Raffle is, meg a High Return is egy lemezen van. Na hát, hogyha el fogok valamit rontani, mint le, hogy nem jó lemezre teszem, akkor az a High Return is lesz. De Zenzárt? Már vagy Herzeleid, vagy Zenzárt. Nem lehet a Herzeleiden. High Return is. De! High Return is az Herzeleides dal. Így van. Fú, és hol van? Ajajajajajaj. Mindegy. Hearts Alight. Fú, címadó. Ajajajaj. Oké. Okay. Sorrendben olyanokat fogok bukni, hogy hihetetlen. Hát nem baj, ez van. Hearts Alight egyébként egy erős dal, nem kimondottan emlékezetes, de a lemez képét formálja, és marad ezen az ezen a Hearts Alight univerzumon belül, de ott eléggé kiválóan teljesít. Hilfmir, az Rosenroddal, és egyelőre csak földobom. Hát a Hilfmir megpróbálta a lemezt, ugye ez a lemez, ez a, az amellett, hogy B-vonalas, egy kicsit így ez, ebbe dilemmázott, hogy ez most ilyen lírai legyen, kemény legyen, milyen legyen. És igazából nem lett képe a lemeznek, annyi, hogy mondom, a mi 15-16 éves énünket, azt tudom vele azonosítani, mert akármennyire is gyengébbnek tűnt, mint az előzőek, egy olyan ponton jelent meg az életünkben, amikor szimbolikus hatással bírt lenni a Rosenroth. Tehát ezért valahol ezt a lemezt, ezt mindig is jobban fogom kedvelni talán, mint amit megérdemel, de közben meg, hogyha kritikailag nézem, akkor meg nem lehet elmenni mellette szó nélkül, hogy ez a lemez, ez igazából, ha nem is bukás, mert mint mondtam, ez a zenekar sose hibázott, de na, hát kiadtak egy átlag lemezt, na, egyszer. Meg majdnem kétszer a Libis füleledet, de az jobb lemez, és az, mint hogy az Igdud írve, azon is szerepel, de hogy gyorsabb dal a Libis füleledetnek nagyon, szerintem ott a Libis füleledet azon a gyorsabb dalok egyszerűen nem lettek túl emlékezetesek. Tehát, hogy hozzák ezt az átlag jó szintet, és többet várna az ember, kicsit többet kívánna az ember. Olyan dolog hangzan kell, hogy többet szeretnél, vagy nem tudom. Tehát, hogy főleg ilyen hosszú időre, amikor 10 évig nem volt ezután új album, a Libis Furálada nem tudott 10 évre azért olyasmit adni. Nem volt akkora potenciál benne. De rendben van. Rendben van. Néha jobban tetszik, néha kevésbé, tehát én is ezzel nem nyújtottam még dűlőre ezzel a lemezzel. Az Ich Will az egyik legismertebb, ugye mondtuk, hogy a Mutteren csupa ismert dal szerepel, hát itt az Ich Will, hogy Mutternek az A oldala, az tele van ismert dalokkal egymás után. Mindenki ismeri. Aki a Rammsteint nem hallgatja album szinten, az is ismeri, mondjuk csak kedveli, vagy jártas az extrém zene világába, vagy a metal zene világába, Ich Will. Egyik lenyomata a Rammsteinnak, Keine Last, az pedig a Rise is ezt kavart be, hogy a Keine Last az a negyedik dal. Mert ugye monumentális fővezetés, arcú, csak utána a Mindtile, aztán elmegyünk egy kicsit, elkalandozunk a dalaim lámával, és aztán jön a Keine Last, ami újra fölpörgeti a lemezt. Klavier. Hú. Hol van a Klavier? Zenzák dal, hát a küszmés zárja, és már jön is a küszmés, tehát ezt gyorsan föl is dobom. A küszmés zárja, a klavier az hol van? Áterman meg a klavier egymás után két lassú dal, az nem lesz jó megint. Az megint nem lesz jó. Klaviert azt mi? Klaviert ez egy lassú dal, de lassú dal az Alterman is. Az Alterman egy kicsit középtempóban már átviszi.
De a Clavier az azt hiszem, hogy full lassú. És itt lenne, középen. Mindegy. Lightside. Huha. Gondok vannak már megint. Hajretem is. Lightside. Fented mindent? Nem. Hát a zárás az a Rammstein lesz. Ezt rakjuk is fel. Most így belenyúlok. Így közben. Nem ABC szerint. Haladtam, jó van, csak látnom kell a lemez képét. Hátzeláid. Dasszáltaláid lesz itt, nem? Igen. Fú, itt aztán minden van. Hátzeláid itt lenne. Háretem is föntebb. Dúri szógút itt. Ó, lesz itt minden. Hát a light side miatt kéne elhelyezni. A light side. Nem, egyszerűen. A light side az az utolsó előtti dal, nem? Fú. Ennyire nem áll össze a helyzeleid. És nem. Mindegy, hagyom. Libis für alle da, ez a utolsó előtti dal. Egy érdekesen akarja megragadni ezt a slágerességet itt a lemez végén. Ugye a lemez címadója fölkerült a lemez végére, és a Pussy után, ami egy botrányos dal lett, és a botrányt ők általában jól szokták dalok szintjén kihozni, hát a Pussy az, ha nem is a legrosszabb, a leggyengébb Rammstein dal, de ha van ízléstelen Rammstein dal, akkor az a Pussy. És hiába a pornó kultúrát akarja kifigurázni, inkább egyszerűen egy rossz vicc a Pussy. De mint dal valahogy értem. A Libis für alle, de azonban egy érdekesebb slágernek vett dal. Hát nagy dal nem lett belőle. De megpróbálta így a slágereket itt a lemez elsütni, itt a végén inkább. Én azt veszem észre, hogy ami a Mutterem például az első felébe van, az itt a második felébe lett. Vagy próbálták. Links, ezt ugye ismerjük, ez erőteljes Mutter dal, az első nagy hat dal egyike, ugye a hangyás videoklippel, tehát ez szimbolikus, ez legendás, ez a Rammstein zenekarnak az egyik nagy állomása, mint hogy az egész Mutter album. A Loss, az pedig egy kis kedveskés dal, a Rise-Rise-en, akusztikus gitáron sose volt, ugye a kedvencem ez a dal. Nem tudom miért, ez a tipikus dal, amikor szösszenetnek jó, és ennyi. Tehát, hogy többet nem lehet tőle várni, értem, hogy különleges, mert megpróbálta ezt, hogy akusztikus gitáron játszunk, és rendben is van, és jól is áll neki. Tehát itt azért az úzós gitárok nem ön állnának jól a Lossnak, kicsit furcsán vennék ki magát, és megpróbálták, és sikerült, és szeretik is az emberek a Lost, én nem vagyok annyira odaérte, egyszerűen vannak a dalok, amikről tudok beszélni, és vannak a szösszenetek, amikről meg annyit nem akarok beszélni, mert egy ilyen intermezzónak oké ezen a lemezen. Tehát, hogy van egy ilyen szünet jellege, egy ilyen intermezzós átvezető jellege, lehet inni egy kávét ez alatt. Tényleg egy intermezzóra jó. Lügen. Ó, az van az új dal. Valahol itt. Mann gegen Mann. Na, az ugye egy, hát igen, az is egy botrányos dal volt ugye a homoszexualitás miatt, hogy azt figurázták ki. Azonban sláger szeretett volna lenni, és a jobb dalok közé tartozik a Rosenroton, de úgy zavarnak is benne dolgok. Egyszerűen itt amikor ők slágereket írnak, általában jól jönnek ki, tehát minden összejön. A Mann gegen Mannnál meg hiányérzet marad, hogy oké, értem, ez sláger akart lenni, és sikerült? Nem teljesen. Tehát, hogy a Benzin is ilyen, a Mann gegen Mann is ilyen, hogy ezek lettek volna a slágerek, de az a potenciált meg csak félig hozták. Mert
Amer. Szerintem az Libis Fürelle Dada. Fú. Kemény dolgok vannak. Szerintem itt van. De. Igazából az a baj, hogy majd jelzi majd a program, hogy nem jó helyeken vannak, de hogy majd hogy rakom rendbe? Hát nem biztos, hogy rendbe rakom. Azt meg lehet nézni akárkinek Wikipédián, vagy bárhol, hogy mi a rend. Na mindegy. Mein Herz Brennt. Második kedvenc Rammstein dalom. Hihetetlen. És hogy merték ezzel nyitni. Hát tényleg, hogy elmentek ebbe a lírai irányba, és mennyire szépen. Hát mint egy jó bor, olyan a Mein Herz Brennt. Mint egy tökéletes bor, ami az idők alatt egyre csak szebb lesz. Hát ezért komolyabb, tehát még komolyabb, ez nem egy botrányzenekar, hát hallgassuk meg a Mein Herz Brenntet. Ez a zenekar, ez egy művész a zenekar. Ez mutatja, mint a Mein Herz Brennt. Mein Teil, hát ez egyik legkegyetlenebb dala a Rammsteinnak. Az egyik legkegyetlenebb dala, de tényleg. Tehát, hogy ahogy oda tesz ez a dal, ez eszméletlen, kegyetlen. Most a mai napig, ahogy elkezdődik ez a dal, előttem van, tehát ezt így 15 évesen hallani, és azt, hogy mai napig is ugyanolyan sokkolónak tűnik a klip is, a dal eleje is, a sikítozós második fele is. Hát ennél szerintem súlyosabb Rammstein dal nincs. És nem csak azért, mert úgy szólnak a gitárok, hanem mert a téma is, azok a képek, amik a klipben vannak, hogy az angyal szárnyait szétszaggatja, ha jól emlékszem. Ilyen a sex trap szolga a téma. Kegyetlen. Kegyetlen. Meine Tränen, az is Zajda. Meine Tränen. Ezt pontosan nem tudom megmondani, hogy hol van. Pedig mondom, nagyon szeretem ezt a lemezt, de hogy hol van pontosan, arra nem emlékszek. Morgenstern, ez egy Rise azért is egy nagyon erős album, mert ezek a méreható szerzemények ugyanolyan hatásosak rajta, mint a slágerek. Tehát, hogy no, a Rise az, és valahol talán tényleg ez a legszebben, vagy legízlésesebben, vagy legkarakteresebben formált album. Mert a Mutter, ugye tudjuk, 6 nagy dal, és a kísérleti darabok. A Rise az ilyen nagyon kerek egész. És a Morgenstern az ennek az egyik lényege. Tehát, hogy persze egy gyors dal, de inkább monumentális dal. Tehát a Rise az tele van monumentális dalokkal. És nem feltétlen kell mindegyiknek amerikának lenni, ugye, mert az meg inkább sláger. Vagy az ismertebb dalok közé tartozik a Mein Teil is. A Morgenstern nem annyira tartozik az ismertebb dalok közé, de ahogy így mérehatóan hat, az színesíti a Rise-et és a kalandot. Ugye ez az északi fény, Morgenstern északi csillag. Hogy nem a eshajnal csillagra gondol, a Vénuszra, Morgenstern. Jó. A Moszka az követi az Amerikát, tehát ugye ez nem is véletlen. Jól tudom, remélem ebben nem fog belehibázni. Ugye az Amerika és a Moszka. Itt azonban lesznek gondok már megint. Ugyanis a Morgenstern akkor föntebben. Mert majd még jön a Zónedik, meg a Steinemstein. Moszkvát jobban kedvelem, mint az Amerika dalt. Fülbe mászó ez is, és nem lett akkora sláger, mint az Amerika, de kedvelem. Kedvelem a játékossága miatt, meg sok minden miatt. Szerintem karakteresebb dal, mint az Amerika. Az Amerikára nagyon rá lehet unni. A Moszkára nem lehet ráunni. Ez a kettő között a különbség. A Mutter, ez kicsit lelassítja a Mutter lemezt. Egyébként először engem zavart. Valami lehet az, hogy így kapunk... hát ez a nagy dalok, az a 6 nagy dal egyike.
a címadó. De hogy az első öt az egy ilyen, jó, mondjuk a Winehouse-ben az nem feltétlen gyors dal, de a Mutter az egy kicsit ilyen hömpölygősebb dal, és nehéz megszokni, de értem a klasszikus mi volt át. Ez ilyen lassú, középtempós dal, súlyos témával, a lemez fő, vagy a lemez szimbolikájához, ugye ezt választották ki, a lemezborító ehhez kapcsolódik, tehát hogy mindenképpen egy fontos dal, és nem feltétlen egy ilyen rádióba való, meg tévébe való, meg ilyen klipesített dal, inkább egy ilyen mélyebb, de valahogy ilyen fura. Ez egy ilyen furcsa dal, nem tudom, hogy kedvelem-e, vagy kevésbé. Nem, inkább fontosságába tudnám, mert ha fontosságát nézem, mindenképpen a felső sávba helyezkedik el. A legfontosabb dolog között a Rammsteinnél. De az, hogy mennyire lehet személyesen kedvelni, hát is. Nebet például én nagyon kedvelem. Na ez egy olyan dal, amiben épp minden tökéletes ellentétben az Ein Lieddel. Ami jó a Nebelbe, az pont az ellentétére fordult az Ein Liedben. Úgyhogy a Nebel az ilyen, olyan az egész, mint egy ilyen, azt hiszem, hogy ködöt jelent? Nem biztos, de tényleg egy ilyen, mint hogyha egy csendes tavat látnánk, és fölötte egy köd telepedik rá a tóra, és ilyen magányérzetet ad, és olyan, mintha megállt volna az idő, és ott ragadnál azon a helyen egy ilyen ködös, szürke novemberi napon a Nebel. Nagyon jó, az egyik kedvenc dalom a Rammsteintól, hát, és erre kevés az esély, hogy sokan így gondolják. Ugye a Nebelt azt nem szokták emlegetni. Főleg egy olyan lemezen, mint a Mutter, nem feltétlen, mert ott ugye azonnal ható dalokról beszélünk, és itt nem erről van szó. De valami a Nebelben annyira varázslatos. Pedig mondom, úgy épül fel, mint az Ein Lied. Hogy nem akar jelentős lenni. Csak addig, ameddig az Ein Lied tényleg nem jelentős, addig a Nebel az. Mind a kettője a lírával, a nyugalommal dolgozik, és a Nebel az gyönyör, vagy tehát művészi magaslat. Owned is az egyik kedvenc dalom volt akkor. Tehát a Rise Rise volt ugye nekem az első olyan lemez, amire azt mondtam, hogy az teljes pontszám. Ahogy az idők teltek, természetesen váltakoztak azért. Érzés nem a Rise Rise-éhoz, de ugye a lemezkép, meg hogy nekem most ugye az új lemezek inkább valahogy bölcsebbnek tűnnek, de a Rise Rise volt az, ami azt mondjuk, hogy na itt már a Mutter is azt mutatta, csak ott ugye jöttek a nagy slágerek. A Rise Rise azonban tényleg így egész éven egy nagyon-nagyon komoly zenekart mutat. És ez köszönhető az Ónediknek is. Oké, ez egy könnyebben emészthető dal, de hol? Tegyük a Giftiget ide. Ónek mondom, hát ugye el sem kell bemutatni, hogy mit jelent. Kondom nélkül. Nem lesz jó. Nem lesz jó. Igazából Giftig. Nehezen birkózok. Az oké, valahol itt kell, hogy legyen középen. Először ugye azért mondtam is, hogy kicsit nehezen indult nálam hogy nehezen tudtam kapcsolódni a Zeithez először, és pontosan az ilyen szösszenet dalok miatt, mint a Giftig, meg az oké, meg az Ohne Condom, de aztán beérett minden. A szerzőisége is a lemeznek, a könnyebben, rövidebben működő dalok is valahogy összeálltak a fejemben. Hát azonban ennyire nem érezni ezt sem, ezt a dallistát. Hát mindegy. Puppe. Puppe. Az valahol itt lesz. Ez egy kemény dal, ez egy durva dal. Hasonlít a Mindtelnek a durvaságához helyenként. Elég kegyetlen durva.
ne próbál már úgy primitívebb lenni, hogy már minden szerzőiség megvan a kezükben, és akkor visszamennek egy kicsit így a durvulathoz, és ez tetszik. Puszi, hát erről beszéltem, ez ugye egy botrány, ide, itt helyezem el. A puszi az megpróbált botrányos lenni, sikerült is neki, csak a rossz értelembe. Tehát a rossz értelembe. Ugyanis a puszi az ugye a pornó kultúrát akarja kifigurázni, ami, aminek helye is lenne, aminek a kritikájának helye is lenne. Kár, hogy egy ilyen, hát ezt végül is megcsinálták, direkt írtak egy primitív dalt, primitív is lett. És nem is lehet róla többet mondani, tehát, hogy ha ez volt a cél, sikerült. You have a pussy, I have a dicka. Na, tehát, hogy Tátor Rammstein az nem ez. Ők csak úgy, igaz, tehát ők egy akkora nagy zenekar, hogy néha kihoznak itt ilyen teljesen nem várt dolgot. Azt tudjuk, hogy meg szeretnék néha kicsit botránkoztatni, de ez a pussy, ez hát én nem tudom, tehát hogyha a puszét mondjuk egy zenekar indulásnál fölvenné, így biztos, hogy megállapodnának, hogy oké, ez nem elég. Ez nem elég, ez még a EP-re se elég. Tehát a puszi egyébként tényleg így mint hogyha rossz dal akarna lenni. Az, mint hogyha az lenne a célja, hogy rossz dal legyen, de érződik, hogy egyébként nagyon, tehát hogy érződik benne, hogy egy nagy zenekar dala. Hogy tényleg nem, annyira nem vették itt komolyan magukat. Na mindegy. Rádió, nagyon tetszik. Jó értelembe vett, jó ízlésű, népszerű dal. Azok közé tartozik, ami a fülemben is marad, és jó érzés, hogy azonnal hat. Teljesen színesíti a Rammstein lemezt, a cím nélküli visszatérő lemezt. A Rammlied az már annyira nem, mert amikor már az első lemezen a Herzeleiden volt egy Volt Irdas Bettin Flamenzéhen, volt egy címadó Rammstein. Akkor ezt elsütni harmadjára, ezt a Rammsteinezést, ez kicsit nekem furcsa, érthető, ha jól tudom, akkor a Rammstein elhangzik, mint hogy a Rammstein elhangzana benne, de ha rosszul mondom, akkor bocsánat. De nekem ez így egy kicsit olyan, mint hogyha nem lett volna egy épkézláb bevezető dal, de közben meg úgy oké dal, korrekt dal, a Rammlied, vagy Rammlied. Ugye azt is jelenti, ugye a lead az dalt jelent talán, németül. Az Ein Lied is, hanem azt jelenti, hogy egy dal. Csak egy dal. Rammlied. Na mindegy, menjünk tovább. Rein Raus. Ez egy érdekes dal. Ha jól emlékszem, akkor Rein Raus. Talán itt helyezkedik el. Nem a legjelentősebb dalok közé tartozik a Mutteren, de mint már említettem, kísérleti dalok hangzanak el a Mutter második felében, és egy klasszikus albumnál ez igenis jelentős. Tehát, hogy pont azon az albumon kísérletezni, ahol minden beérett, ahol a csúcsra jutottak, mégis adnak egy olyan lemez B oldalt, ahol nem arra mennek, mint az első oldalon. Lehetett volna egy 11 instant slágert írni, ehelyett föltették a kísérleti darabokat, és valamiért tetszik. Tetszik, hogy másként hatnak, mint az első felében megbújó dalok. Rise. Mit mondtam, hogy a második kedvenc? Igen, hát ez volt a kedvenc. Nekem ez volt, a Rise címadó volt a bejutás a Rammstein Mennyországba. És azonnal a Rise lett az akkori kedvenc lemezem. Utazás, és amit ehhez hozzá tudsz tenni, hogyha a Rammsteint el tudod képzelni, mondjuk most nincs meg ez a dal neked, és el kell valakinek mondani, hogy oké, hogy itt van ez a zenekar, amelyik botrányokat tud leszállítani egy-egy dalával, de hogy ez a zenekar, ez mekkora egy zseniális és fontos üzeneteket hordozó zenekar, annak a Rise-et, ahogy meghallgatja, ott át fog jönni. A drámaiság át fog jönni, a magaslat, a bölcsesség, tisztaság, és az, hogy itt intelligens, bölcs, és magában néző, tehát többször magában néző zenészekről beszélünk. Akik nem csak arra figyelnek, hogy most a világ számára
botrányos megnyilvánulásaik legyenek, meg görbetükröt mutassanak a társadalomnak, hanem az, hogy közben a szerzőiséget is kialakították a lemezeiken. Ez letagadhatatlan. Jön a Rosenroth, ami a harmadik dal, a Rosenroth egy kicsit felemásra sikeredett Rosenroth lemezen. Ez még a jobb dal. Tehát, hogyha az első hármat nézzük, akkor a Benzin oké, próbált azonnal hatni szingülként, a Mangégen ma megint próbált hatni, és a Rosenrothnak, amit ugye Húzán Hótnak énekel Till Lindemann, kicsit ilyen ertelhagyva, azonban sikerül. Ha egy kedves pillanatra gondolok a lemezen, akkor a címadó az mindenképpen az. Tehát azt nem tekintem gyenge lépésnek, hogy ez a Rosenroth az úgy egy kicsit hitet adott a lemezhez, ez a dal, amikor hallgattam. Rotor Sand, ez a zárás a Libis for Aledának, egy kedves kis dal, lirai megint, nem hozza az Amour, meg nem hozza a Nebel szintjét, meg talán nem hozza az Adieu szintjét, de el lehet szépen helyezni a kellemesebb pillanatok közé a Rotor Sandet. Schwarz. Hát én teljesen kész vagyok ettől, amit itt alkottam. A Schwarz talán itt. Emlékszek, hogy furcsa volt először a sorrendben a Schwarz, és talán a harmadik helye volt egy kicsit fura. Meglátjuk. Egyébként egy ilyen, ha jól emlékszek, ilyen középtempós dal valahogy. Egy ilyen elég kitűnő dal, de nem a topliga, de rendben van. Egy ilyen... Na, tehát amikor ismerkedsz vele, változhat a véleményed róla. Egy tipikus olyan dal, szerintem. Seaman. Az elég korán érkezik. Valahogy ilyen elköszönő hatása van. Furcsa, hogy nem utolsó dal a Seaman. De értem. Értem, hogy miért. Középen is tudhatni egy ilyen ónedik, mit mondanék még, mihez hasonlítanám. Igen, ónedik, Alterman. Ahhoz nem. Mihez tudnám hasonlítani még ezt a Seamant, az ilyen átszelemült lassú dalaik, Mutter. Jó, hát ha. Valahol ott kell lennie. Zenzakt nyitja a lemezt. Egyik kedvencem. Sőt, hát mindig is az Engelt tartottam a kedvencnek erről a lemezről, de valahogy a Zenzakt dinamikája, felépítése többször a közelébe kerül, hogy még jobban megüsse azt a szintet, ami, mert az Zenzakt az folyamatosan formálódik bennem. Néha például egészen el tudom felejteni valamiért, aztán meg rájövök, hogy hűha, hát második legjobb dal az Zenzakton. De miért felejtem el? Lehet, hogy utána jobban figyelek ezekre a Duhász Bügdik dolgokra, és a nyitányt azt ugye el valamiért, de tehát mondom, aztán rádöbbenek, hogy úristen, tehát amikor listát is készítettem a legjobb dalokról, aztán mondom, Zenzakt, egyértelműen a felső kategória. Zex. Igen, ezt sem szokták annyira kedvelni a 19-es lemezen, de mint mondtam, én imádom azt a lemezt. Túl is imádom, és megmondom őszintén, hogy nagyon jól is van ez így, hogy túl imádom, mert egyszerűen imádom azt az albumot, úgy, ahogy van. Lehet, hogy mondom, hogy a van egy kulcsdal, ami miatt mondom ezt, de egyébként is mondom a Radiót, az Auslandert, a Zeitzeget, vagy Zeitiket, imádom.
Zonne, hát ugye én egyébként megvan a saját listám, de én teljesen ki tudnék egyezni, hogyha egy ilyen publicisztikát olvasnék, hogy a Zonne a minden idők legjobb Rammstein dala. Tehát ezt így legyen, tehát legyen a mondom, hogyha nem a személyeset olvasnám, hanem azt mondanám, hogy az emberek, vagy olvasnék egy ilyen újságírói cikket, ahol azért figyelembe veszi, hogy melyik dal hangzott el a legtöbb koncerten, meg melyiknek van a legnagyobb hatása, hogyha nem a személyeset nézné, hanem ezt az irányt, akkor én azt mondom, hogy Zonnéval ki tudnék egyezni, hogy legjobb Rammstein dal. Tényleg. Nem kell, ez is egy olyan dal, hogy nem kell sokat beszélnem arról, hogy miért a top 5-ös Rammstein dalok közé tartozik. Monumentális, kerüli az egyszerű slágervonalat, és úgy válik az egyik legfontosabb dallá, hogy közben, olyan, mint a Rise Rise a címadó. Tehát, hogy monumentálisan, grandiózusan tudhatni. Spiel mit mér, az Zenzák dal, és azt hiszem, hogy Spiel mit mér. Hát ki tudja, hogy a Bügdék meg a Spiel mit mér, az, hogy jó lesz-e. Egy ilyen eléggé misztikus, titokzatos dal. Csalódott magamba a sorrend miatt. Föntebb lesz. Jó, majd rendezgetjük még. Spiel úr, nagyon szeretem, kis játékos dal, drámai is. Ez követi a Mutter címadót, és ezt már azt szoktuk mondani, vagy úgy tartjuk, hogy már az Spiel úr, az már nem az első nagy hatoshoz tartozik, de nyugodtan tartozhatna, mondjuk lehetne egy első nagy hétről is beszélni, a Spiel úrban minden megvan, de már a különbségekhez tartozik, már az Ingyenceknek való dal, egy tipikus Ingyenc dal, mondjuk így ki. Spring, hát volt a Spring a kedvenc Rammstein dalom, volt ilyen időszakom. A Rosenroth-tal amennyire küzdöttem, már el is mondtam a hibáit, úgy a Springnél megérkeztem, és odáig voltam, és csodáltam ezt a tételt. Manapság már annyi hibája van talán, hogy mondom, egy kicsit szögletes, egy kicsit egydimenziós, de ha a lírai dalokat nézem, akkor pedig a Spring az egy különlegesség. És ott tényleg valahogy átérzem, főleg az a refrén és a mögötte, hogy a zene, ahogy a zenére figyelek, ez egy, ugye a Spring németül azt jelenti, hogy ugorj, vagy ugrás, és a többi, tehát egy öngyilkosról, szerintem egy öngyilkosról szól, aki leveti magát a magasból. Ha jól tudom. Illik is van ez. Hát sajnos. Mármint úgy, hogy mindenképpen szomorú. Stein, igen, egy nagyon... De hogy itt ezt rendbe teszem-e? Morgenstern, meg a Stein, itt is, hogy azt, hogy lehet, hogy teljesen fölcseréltem a Morgensteint, meg a Steinumsteint. Steinumstein egyébként kiváló, mint már a bor hasonlatot már hoztam, a Steinumstein ugyanez, mint egy jó bor, mint egy tökéletes bor. Most bele is kortyolnék egy jó borba. Ez miatt. Is. Stirb nicht vor mir, elérkeztünk a leggyengébb Rammstein dalhoz. Ez hiba volt. Ez egy kollaboráció. Itt vendégként hívtak egy énekesnőt, meg nem mondom most, hogy hívják. Nagyjából, tehát, hogy most nem megbántva, de nagyjából ez mindent el is mond. Tehát, hogy én értem, hogy ekkora metal zenekarok már többször elő-elő jöttek ilyen vendégénekléssel, power metal lemezeken is előfordult ilyen, hogy egy másik zenekar tagja átment, és akkor kollaboráltak. Dimmu Borgirnál is előfordult, hogy Camelot énekesével hoztak ki dalt, de itt ez egy
olcsó próbálkozás. És sajnos ez egy olyan lírai dal, amiben azt is kell mondanom, hogy nem úgy, mint az Ein Lied, hogy jelentéktelen, hanem ez a dal, ez rossz. És az egy, én azt mondom, hogy az egyetlen rossz dala az a Stirb nicht vor mir a Rammsteinnek. Van kevésbé jelentős, van szürke, ezek nagyon kevesen vannak, ez a kategória, mert szinte zseniális dalaik vannak, szinte mind, de itt a Stirb nicht vor mir az, hát elintézi a Rosenroth albumot nekem. Ez a baj vele. Hogy egyébként egy teljesen jó kis lemez lehetne, ha ezeket a hibákat, mint az Ein Lied, meg a Stirb nicht vor mir, ezt nem teszik föl. Vagy más dalat tesznek fel helyette. Tatu. Az én úgy emlékszem, hogy itt a végén van valahol, itt is egy ilyen kicsit dinamikusabb, keményebb dal. Jól áll a lemeznek ott a végén, hogy egy ilyen pörgősebb dal fölpörgeti az eseményeket. A Tér Kvír a Puta, hát amikor gondolkodtam azon, hogy rossz dal, akkor majdnem eszembe jutott ez is, ez a Tér Kvír a Puta. Ez ugye az előző lemezen ott volt az Amerika meg a Moszkva. És ugye itt a nemzeteket veszi alapul, amerikai társadalom, orosz társadalom a Moszkvában. A Tér Kvír a Puta pedig a mexikói értékekre, vagy a mexikói életstílusra, kultúrára adott választ, vagy annak a megidézése, kicsit viccesen. Hát az a baj, hogy ez a dal, ez csak vicces és semmi több. Csak vicces, és ennyi. Ez meg baj. Mert egy olyan karikatúra, ami sajnos nem mutat túl önmagán, hanem oké, bolondos dal, köszönjük szépen. Egyébként én többször úgy érzem, hogy sajnos ez is rossz dal. De annyira nincsen rontva, mint a Stirb nicht vor mir. Tír, egy hatalmas dal. Zenzákton, ugye rá lehetne mondani erre is, hogy egydimenziós, de oké, legyen akkor egydimenziós, de akkor is szenzációs. A Tírre még a csapatunk még videóklipet is készített. Ez letagadhatatlan. Működik, azonnal működik, és működni is fog. Mondom, nem annyira kreatív dal, mint a többi zenzáktos tétel. Szerintem, hogyha kicsit ilyen demo hatása is van a Tírnek. A többihez képest. Azért egy elég életlemez ez a zenzákt. Azonban a Tír ilyen azonnal ható, kicsit hasonlít a Herzelei dalaihoz a Tír, és nem azért, mert hogy a Herzeleit primitív dolgokat tartalmazna, hanem azt mondom, hogy egydimenziósabb, de Tírnek jól is áll, mint hogy a Herzelei dalainak is, de a Tír az úgy kicsit így kilóg a zenzákton, hogy ilyen amit hallasz, azt úgy megkapod, és az is, ami. Kész. És az nem fog változni. White Man's Hell, ez egy ugye gyors, ez a Lebensfreude, de azért elég sok a gyors dal. Ez a pozitívuma. Az kár, hogy nem tudták ezeket a dalokat ikonikussá tenni. Megvan bennük a potenciál, de valahol félúton elbuknak. Nem rossz dalok lesznek, még egyszer mondom, csak elbuknak a jelentőségé váláson vezető úton. Tehát, hogy ott vannak, hogy nagyon korrekt dalok, nagyszerűek is lehetnének, de már a nagyszerűt nem érik el. Egyedül a Frühling in Párizson érzem ezt, hogy az már ott a nagyszerűség felé van. Was ich liebe. Ez szerelem volt, ez kérdés, ugye, was ich liebe. Úristen, el fogom rontani a lemezt. Elhelyezem egy helyen, aztán majd bejön az első megérzés, oda tettem, és ott marad, és kész. Nem érzem. Hát kedvenc Rammstein lemezed, és nem tudod, hogy hol van a Vászik, vagy hogyha azon van, akkor... Hú! Kemény. Ott kell lennie, valahol. Nem lesz jó, hát a White Wag? Persze. A White Wag, hát az le... Gondokban vagyok. Vices Flash. Kedvenc házelei dalom. Ha azt kell, hogy mondjam, hogy ami
ami időtlenné tudott várni erről a lemezről, akkor az a Vice is Flash. Lehet itt kiragadni olyan pillanatokat, hogy ez ízig-vérig Rammstein album, a Heizeleid. És nincs még meg az a plusz kreatív pont, amitől a zenzáktól már ilyen szerzői hangulatot is kapnak a dalok meg a lemezek. De ez itt egy ilyen pőre nyomulás. És az a Vice is Flash-nak köszönhető ez. Vice is Flash. Ó, remélem, hogy jó lesz. De Satellite lenne a második. Whiteveg. Azért vannak itt elrontva a dolgok, tattoo, mert a Whiteveg az valahol itt lesz, de a Diamant az meg nem itt lesz. A Whiteveg a... A kedvenc Rammstein dalom, bocsánat, elgondolkodtam, mert annyira nézném a sorrendet. A Whiteveg a kedvenc Rammstein dalom, 2019-ben meghallottam ezzel a szenzációs szintetizátor témával, amit olyan fantasztikusan kevertek be a hangzásukba, olyan dalt írtak, hogy ez itt így leborulok. Tehát, hogy a Minehead's brandet is meg tudták ugrani, és nem tudom, hogy egyszerűen voltak ikonikusabb, legendásabb lemezek, pillanatok a Rammstein pályafutásában, de azt éreztem, mint a Maidennél is, hogy a Zenzution, a legutóbbi lemezen valahogy minden betalált nálam, mert ott is ugye olyanokkal próbálkoztak, mint a sötétebb időszakaikban, amikor 90-es években lehúzta őket a kritika, mert hát ugye Bruce Dickinson nélkül más volt a Maiden, és a Zenzution pedig olyasmivel színesítették, vagy legalábbis festették át a zenét, ami visszautalt a 90-es évekbeli sötét időszakukhoz, de már valahogy fenségesen tudták átültetni, ugye a Dickinson féle, tehát hogy a lemezre, a legutóbbira. És egyértelműen X-faktor meg Virtual Eleven témákkal dolgoztak. Na most itt is ilyet érzek, hogy valamit megragadtak a múltból, és az új lemezen, az új lemezeken olyasmit tettek, amit olyan meglepő, és nem klippesített dallal érték ezt el, mert a Whiteveget még úgy tudom, hogy koncerten se játszották. Én azt mondom, hogy a Whiteveg az egy pályafutás összegző legnagyobb dal. És sajnos ennek vagy nincsenek tudatában, vagy ez a dal, ez attól féltek, hogy nem működik koncerten. Hát ez a legnagyobb csalódottságom, hogy ez a dal kimaradt a koncertekről. A legnagyobb daluk. Tehát ez, most tudom, hogy bele lehet esni abba a hibába, hogy túlértékelek valamit. De ennek a dalnak, ez nem egyszerűen csak alulértékelt, ez nincs a helyén kezelve. Tehát ez Rammsteinéknál, vagy nem tudom, vagy a, nem tudom, milyen visszajelzés kapott a közönség által, biztos pozitívat, de hogy az, hogy a koncertekből ez kimaradt, ez a dal, ez érthetetlen. Ezt nem értem. Meghallod, és átüt mindent, ami a Rammsteinről szólt, azt nem hiába első. A Whiteveg első az, mondom, én beállítottságom alapján a szerzőiségre, a Rise Rise címadóra, Minehead's Brandre gondolok, hogy atya úristen. És a Whiteveg az máshogy hat, az egyszerűen ilyen örvényt képez. Az egész szinti téma egy ilyen örvényt képez, és olyan refrénje van, hogy nem tudok más tenni, így leborulok. Két térdre, és tessék, ennyi. Tehát a Whiteveg a legtökéletesebb dal. Vinyl Blue. Vinyl Blue. Az Lévis Füraleda. Itt lenne a Bükstabu. Mennyire nem érzem.
Hajf is lenne itt. Pedig ez egy Yoda. De sok hibám lesz, mindegy. Wobbizdu, na az pedig top 10-es dal nálam, erről beszéltem. Hogy a Rosenrotot azért azért nem tudom szeretni, mert a slágerek félrementek, a szingülök félrementek, a lemez erősen B-vonalasnak hat a Rise a Rise dalai után, mert azokról lemaradt tételeket tartalmazza, és egyszerűen a Spring és a Wobbizdu azért nem fért föl a Rise a Rise-ra, mert már volt azon a lemezen több lassú dal is, mint az Ónedik, az Amur, talán a rossz az mondjuk nem lassú olyan értelemben, nem fért volna föl, persze, sok lett volna lassú dal, de ugye Wobbizdu az a legelvágyódóbb, lelkileg vágyakozóbb, sóvárgóbb dal, amit valaha fölvettek, az is biztos. Tehát itt nem csak egyszerűen az van, hogy a lassú dal vagy gyors dal, nem így helyezem el, hanem hogy milyen lassú dal. Mert a gyors dalokat persze lehet szeretni, de arra is van példa, hogy a gyors dalok hiába gyorsak, nem úgy hatnak. Ez a Libis für Aleda. Közben meg a gyors dalokhoz mindig is értett a Rammstein. A lassú daloknál azonban ugye kritikusabb az ember, mert eltalálja az ízlését, vagy nem. Meg néha ugye tölteléknek gondolja. De hát mivel a Nebel az top 10-es Rammstein dal nálam, ezért lehet olyan dolgokat írni, ami egy kicsit így a lemezt egy másik világba dobja át. És nem úgy, hogy most megírjuk azt a klipes dalt, amit most az emberek fejébe azonnal ott lesz az emberek fejébe, mert azonnal át tudjuk nekik adni. Nem betáplálják, mert nem úgy hatnak, hogy kontrollált módon, főleg az, ugye a kontroll ellen vannak ők, meg az irányítottság ellen, meg a társadalmi betegségek ellen. De a lassú dal, az, szerintem a Rammstein egy nagyon, nagyon is erős, azért a német társadalomban, még azokban az időkben is, a harmadik birodalom idején is volt egy ilyen líraiság. Hát gondoljunk a Horst Wessel Liedre. Ugye a náci himnuszra, amit a Nürnbergi napokon énekeltek. Hát ugye van a német társadalomban ez a líraiságra való hajlam, ami tisztulást tud hozni, és ez egy példa. Ez egy példa, és a Nebel az ezért is nagyon fontos. Most nem is tudom, most melyik dalnál tartottam? Bocsánat, most elvesztettem, most ugye volt írni az Wettin Flammen Zehen. Nem mindegy. A líraiság az nagyon fontos tud lenni. Igen, szerintem a Wobbizdu. Igen, Wobbizdu. A Wobbizdu az erőteljes is, tehát nem csak egy ilyen csak lírai, hanem az elvágyódás, ez szomorú dal, de erős is. Erőt mutat. Felségességet mutat. Volt egy Das Wettin Flammen Zehen, menjünk tovább. Hát ugye a kezdés. A kezdés, amiben ugye a Rammstein többször is eléneklik, ezért is fura egy kicsit a lemezem. Értem, hogy ugye végülis ez egy keretbe helyezi az egészet. Ugye volt írt Das Wettin Flammen Zehen az erőteljesebb dal, a fontosabb dal. A Rammstein is fontos, ugye David Lynchnek nem a Kék Bársonyban, hanem a Last Highway-ben, nem a Blue Velvet-ben, hanem igen a Lost Highway-ben. Ott is elhangzik. És ott a Rammstein, de szerintem a Volt egy Das Wettin Flammen Zehen ilyen téren erősebb. Sőt, Weisses Fleisch után azért ott lenne a kedvenceim között a lemezen. Hát ezzel indítottunk egy ilyen pőre, nyers tétellel, ami azonnal így dominált. Ez a dominanciának a szinte a dala. Meg a lemeze is. Nagyon-nagyon domináns az egész album. Zaid is.
kedvelem, és jól tudom, itt helyezkedik el. Csodálatos. Ez a négy dal, ez nekem majdhogy nem egyenrangú a Mutter első dalaival. Na tehát, hogy na, itt van az, hogy az idő is kellett, és ugyanúgy érezték ezt a világot. Tehát még az első négy helyre ott betenni ezeket. Puppe, a Puppe nem jó helyem van. Na majd ezt átgondoljuk. Zeit, címadó, jön már másodiknak. Igen. Ez is monumentális, de lassabb szerzemény. Igen, mert már látom az első rend, hogy az a Rosenroth-nak a... Na, ez az, ami föl akarta pörgetni a lemezt erősen, az első rend. Jó dal is lett, kicsit egydimenziós ez is. Én ugye ezt a két dalt, a Springet és a Wobbizdót kedvelem a legjobban a lemezről. Azonban már az, hogy a Stirbnit formét föltették utána, ez már nem tesz jót, mert így lelassul a lemez, és az első rend pedig már egy kicsit ilyen hátrányból akarja fölpörgetni az albumot. Ugye ez probléma. Ez mindenképpen probléma. Zigzag, nekem tetszik. A lemes lágere. Furcsa videóklippe, hogy hogyan tudnak a zenészek így öregedni, hogy hogyan viselik el az öregedést, mindenféle plasztikai műtét, meg ilyesmi, tehát ilyen, inkább erre ment rá, mint kritika. Nem feltétlen progresszív annyira ez a kritika, érthető, a dal azonban nekem igencsak hat. Jó értelembe. Ó, ne kondom, giftig. Na majd mindjárt visszatérünk, és akkor a Twitter maradt, ami egy nagyon, szerintem egy elég kis pofás dal. Igen. Olyan, a különlegességekhez tartozik a Mutteren, mégis szinte azonnal szerethető. Remélem, jól helyeztem el. Jó. Igen, tehát a Twitter is egyszerű téma, de több ez a dal, mint amit mutat elsőre. És megittuk a sörünket. Nem, még van. Jó. Egy dobos sör. Elfogyol a mostani videóhoz. És akkor nézzünk szét. Szét kell nézni rendesen. Van mit átnézni, áttekinteni. Úgyhogy vagyunk? Rendben vagyunk-e? Hát kaotikusnak érzem. Én azt mondom, hogy erősen kaotikus állapotokat idéztem meg, aminek, hát minek örülnék? Örülnék a 70%-nak, az az igazság, hogy örülnék a 70%-nak. Ugye két részben értékel majd a program, értékeli a, ugye a, hogy rendes lemezeken van-e, ugye kapunk egy ilyen összesítő pontszámot, ami kicsiben fog majd a lényeg, az kisebb betűkkel lesz ki, majd oda eljutunk, akkor elmondom, hogy is van. Seaman. Hajratom is. Ez totál K.O. a helyzeleid, már innen látom. Na most ezt a Darmeister, azt szerintem... Volt Irdász, igen, Darmeister. Rendben. Weiss Flash, Ashazuasha, Seaman. Eddig rendben van. Seaman után. Mi van elrontva? Ez a High Return is. Herceleid, de szállt el. Pff.
Basszus. Annyira nem tudom, hogy mi van elrontva. Das alte Leid, mint hogyha lent lenne. Leidzett akkor is utolsó előtt, igen. Herzeleid, Doris so good. Herzeleid. Herzeleid. Tudod mi? Hajrá, hajrá, Tömés. Azért hagyom így, mert nem tudok jobb sorrendet felállítani. Nézzük a zenzáktat. Zenzákt engelti rendbe. Bestre föm is. Oké. Duhászt. Rendben. Szerintem bügdis legyen. Spiel mit mir. Az legyen új klavier alter van. Oké, azt is úgy, hogy ennél se tudok jobb sorrendet felállítani. Legyen az én hibám, hogyha ez így lesz, hogy belehibázok. Mutter, Meinheits, Brent, Links, Zonne, Ich will, Feuerfrei, Mutter, Spielur, Zwitter, Reinraus, Adios, Nebel. Ezt nem kiabálom, mert ezt rendben érzem. Jó. Rise, Rise, nézzük át ezt az albumot. Rise, Rise. Rendben van, eddig biztosan érzem. Első ötödik Amerika, Moszkva. Na itt vannak problémáim. Morgenstern és Steinemstein. Az ott lehet, hogy csere lesz. De így hagyom. Közben nézek visszafelé is. Ugyanis ez se tetszik itt nekem. Bügdik, az túl fönt van talán. A Spiel mit mir meg talán túl lent. De és lehet, hogy a Spiel úr kevert be, hogy az is hetedik, és a Spiel mit mirt ezért tettem hetedik helyre. Mert a Bügdik meg a Duhász talán lentebb lenne. Fú. Duhászt. Túl fönt van. Összrafem is. Spiel mit mér. Maradok ennél, aztán majd hiba. Nem tudok mit csinálni, nem tudom úgy a Spiel mit miért ennyire nem érezni. Rise, Rise, az is így marad. Na, az ironikus, hogy pont azt a lemezt, amit a leg közepesebbnek, hát vagy a legkevésbé jelentősnek tituláltam, annak találtam el a dal listáját szerintem tökéletesen. És akkor nézzük a Libis für Aledát, Ramlid, Igdudirve, White Man's Hell. Szerintem ez itt rendben van. Bükstabű Highfish. Na. Ez még itt lehet, hogy ez van egy csere. Igen. Vinyl Blüht. Az pedig... Fú, jajajajajaj, mert puszi. Hát... A mer. Jó, az is, az meg legyen így. Rammstein, Deutschland, Radio, Zaydik, Auslander, na itt is vannak, itt is változtatnunk kell, mert a Puppe az nem jön azonnal, szerintem a Sex először a Sex jön. Puppe és Was ist Liebe, az itt van. És aztán jön a Diamant. White Veg Tattoo Halloman. Na. A Was ist Liebe az azon erősen változtatni kellett. Hát vagy így van. Nem.
Így. Én ezt így hagyom, ugye ez a kedvenc Rammstein lemezem, én ezt így hagynám. A Was ist Liebe, hogy miért került először le, nem tudom. Nézzük a Zeitet, úgy itt is rengeteget kell várni. Armédel, az, hogy Gift igaz ott van, az nem jó. Armédel, Tristan, Zeit, Schwarz, Zickzack. És itt lesznek változások. Ugyanis a Zickzack után szerintem jön a Giftig. Hú, meine Tränen. Lügen. Legyen így. Giftig oké okay, egymás után. Igen, mondjuk. Jobban néz ki nekem most. Azt gondolom, tehát, hogy a gifting és az oké okay, az más helyen üti fel a fejét, de nem. Szerintem nem. Majd kiderül. Ami borzasztó bizonytalan, elbizonytalanított az a herceleid. Itt nem érzek rendbe dolgokat. Talán így van. Ezt még megpróbálom, ezt a durisszógutot lentebb akartam tenni. Hát, ott van másfél óra benne. Meg már még több lehet. Spiel mit mir. Ez is itt a duhászt. Túl hamar jön. Ezt is így cseréljük meg. Szerintem a duhász meg a bügdik nincs egymás után. Jó. Nem akarok tovább időt húzni. Ezt itt egy kicsit rendbe tettem, ez jó. Az, hogy a Lügán hol van? Kérdéses. Hát, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Nagyon kellemes volt, jó érzés volt a dologról beszélni. Biztos, hogy tele leszek hibával. Hányrettem is. Ó. Duri szogut. Ezt tudtam kihozni. Nem készültem fel a játékra, úgy voltam vele, hogy legyen kihívás, próbáljuk meg. Így gondolkodtam a Rammsteinról, ami elmondtam, hogy miért fontos zenekar. A dolog alapján is ezt továbbra is akarom hangsúlyozni, hogy ezt a dalos összeállítást, és ezt köszönöm Fluffnak, aki elkészítette. Még nem értékeltem ki direkt, azt hagytam a végére. Köszönöm a Rammstein zenei utazása miatt a zenekarnak, és az évek alatti fontosságot pedig külön szeretném kiemelni, hogy az egyik legfontosabb metal zenekar volt az életemben, és most is az. A Botrányok ide vagy oda, vagy a Tin Lindemann eset ide vagy oda. Ez akkor is így van. Hát, amiben mondom a Darmeistert, meg a Desalted lehet, hogy megcserélném. De nem teszem. A Lightsight-et és a Desalted is lehet, hogy cserélném. De azt se teszem. Így. Elmondtam, nagyon fontos zenekar az életünkre nézve, és jó érzés volt ezt kicsit így visszaidézni. Így zárnám tehát a táblázatot,
és el fogom mondani akkor, hogy, hogy nagyjából mindenképpen lesz hibám, tehát itt ez én a 70% végső értékelésnek már örülnék. 80-nak persze még jobban, de 80 fölött nem várom a százalékot. 80 fölött semmiképp nem várom, mert hibáztam, és sajnos sokat. Annyi még talán, hogy ezt a mert meg a Wienerblütöt. Azt még megcserélem. Oké. Okay. Akkor látjuk azt, hogy bocsánat, csak hogy a kiértékelési zónába tudjak menni. Máshol kell tennem a telefon. Egy pillanat. Így. Így kell tennem a telefont. Nézzük. Végső értékelés 91,5. És de ugye a 83%-a van. Most hogy érték? Hát igazából na, azt mutatja, hogy 17%-án kellene csak változtatni. És mivel a játék célja az volt, hogy jó lemezekre tegyem, ezért ezt tökéletesen teljesítettem. Nincs olyan dal, amelyik rossz albumra került volna. Tehát mindet a helyes albumra tettem. 15 dal van, ugye, amit változtatnom kellene, amit a sorrendnél változtatnom kellene. Ezt majd mindjárt megnézzük. Jó helyen 73, és a végső értékelés, mivel mind jó lemezre került, csak sorrendbeli eltérések vannak, ezért a végső értékelésem a Rammsteinnél 91,5% lett. Jó, akkor amit én gondolok, akkor itt ezt lehet, hogy nem kellett volna cserélni, ide. Az így rendben is van. Tehát akkor a Duhast és a Bügdich az már pedig úgy követi egymást, abba belehibáztam. A Cikk-Cakked én föntebb gondoltam, akkor a Giftig szerintem föntebb van. Az be is sokta jó helyekre. Hú, itt ezt várj. Itt nem tudom. Itt nem tudom, mit hibázga. Ja, itt írja. Itt írja, hogy minek kéne lenni. Aha. Ja, akkor igen. Jó, most már értem. A mer az lentebb van. Ez érdekes. A mer az itt van. És akkor ez így áll helyre. A Wienerblüt pedig itt van. Ja, igen. Igen, igen. Akkor így lett. És a puszi... Itt már itt nem tudom, ez már kevés. Na mindegy. Jó. Oké. Okay. Ez így lett van a rendben. Itt Diketiten Angst Meine Tränen. A Diketiten ennyire lent van. Az kemény. És az így lett volna rendben, és itt pedig Duri So Good, Desatellite, Iretem is, Herzeleid. Tehát Duri So Good. Desatellite, Iretem is, Herzeleid. Így lett volna tökéletes. Hát, mint elmondtam, hibázgattam, de ugye a Maidennél volt 96%, itt pedig 91,5%. Én ezzel elégedett vagyok. A dolog pozíciója is 83 lett, 83%, és 17%-án kellett változtatnom. És így a munkám 91,5%-os végső értékelést kapott. És ennyi lett volna. Ennyi lett volna a mai Rammstein dal párosítás. Fluffal össze fogom mérni a kihívást, hogy hogy milyen értékeket ért el. Én ezt fel fogom tölteni majd a YouTube csatornámra ezt a videót, és majd összehasonlítunk, egyeztetünk, és
Térjetek vissza mindig, hogyha egy kicsit ugye a Rammstein dalokról szeretnétek egy kis elemzést kapni. Bormegyica Imre voltam, Rammstein párosító videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek és végighallgattatok. Sziasztok, és hát mivel nálam este van, ezért jó éjszakát. Sziasztok. Aztán majd így berögzül jobban ezek után. Szia mindenkinek!